A Facebook és az Instagram egyik legfontosabb funkciója már a megjelenésük óta a személyes fotók feltöltése. Több milliárd ilyen fájlt tárol mindkét közösségi oldal. Amikor valaki ezekre regisztrál, el kell fogadni egy adatvédelmi nyilatkozatot, amiben benne van, hogy az oldalak akár el is adhatják a felhasználók képeit. A Facebooknak a kezelője kereskedelmi tevékenységet folytathat. Ezért én nem tartom célszerűnek gyermekfotóknak a feltöltését sem. A Google-t több milliárdan használják naponta. Az első használatkor ezen az oldalon is el kell fogadni a felhasználói feltételeket. Ebben a szolgáltató le is írta, hogy a Google úgynevezett sütiket használ. A másik veszélyforrást éppen ezek jelentik a szakértő szerint. Az úgynevezett sütiket alkalmaz az oldalnak a használója. És csak ezeknek az elfogadását követően van arra lehetőség, hogy bármilyen tevékenységet végezzünk ott. A sütik olyan fájlok, amiket a weblapok helyeznek el a böngésző számítógépen. A sütik abban segítenek, hogy a weblapok felismerjék, hogy korábban letöltötte már őket egy kliens számítógép. Emiatt jelenthetnek adatvédelmi kockázatot, mert mások mellett olyan adatokat is tárolni képesek a felhasználóról, mint hogy melyik országból, milyen számítógéppel internetezik, és hogy korábban milyen internetes tartalmakat böngészett.